Na, lesz 3 csirkeburger, egy sült krumpli. One eternity later. Ember, mi lesz? Már egész nap itt rostokoltunk. Azt a kur... Ha nem megfelelően kompetens a kommunikáció, akár csak a Mekis drive-thru esetén, a végeredmény mindig káosz. Ez néha még orvosolható, ám ha az emberi szervezetről van szó, már nem biztos, hogy ilyen egyszerű a dolog. Beszéljünk kicsit az immunrendszerről. Persze ott vannak a túl miszticizált citotoxikus T-sejtek, meg az antitesteket termelő B-sejtek, minden beszippantó makrofágok, természetes ölősejtek, stb. De, amiről nem szól a fáma, az az elképesztően komplex rendszer, ami összeköti ezeket a külön-külön vagánsejteket, hogy együttesen létrehozzák az élő szervezet szuperhős ligáját. Képzeljünk el egy újságcéget. Minden tag külön kis szobákban irogat, nem lépnek kapcsolatba a világgal, nem látják egymást, a főszerkesztő meg csak a végeredményt látja. Összeférhetetlen az egész. Ráadásul ez egy olyan világ, ahol még internet sincsen, tudom nehéz elképzelni. Nincs információ átadás, a végeredmény szintén káosz. A főszerkesztő dühös, az írók pánikolnak, a világ meg azt sem tudja, hogy mit olvas. Hangsúlyozom, ez egy immunrendszer allegória. Ott az információ elveszése egyenértékű a halállal, szó szerint. Úgyhogy, ha nincs az immunsejteknek Facebookja, hogyan tartják a kapcsolatot? Nos, fehérjékkel. A fehérjék megfelelően összeorigamizott peptidláncok. Ők építik fel a mindent lényegében. A kajától, amit megeszel elkezdve az algákon keresztül, a szandálig mindenben ott van. Meg persze ez alkotja legnagyobb mennyiségben a komplementrendszert. Igen, egy rendszer a rendszeren belül. Ez a hadsereg 30 fehérje típusból áll, de nem kell aggódni, kb. 30 quintillió példányúsz kell a nyirokban belőlük. Unalmasnak hangzik ez a proteinleves, de a feladat köreik csöppet sem azok. Ehhez hasonlóak a citokinek. A kettő közti határ kicsit elmosódik, amikor összességében szemléljük az immunválaszt. Elvégre kéz a kézben járnak. A vele született immunvédfal kiegészítőjeként a már gyártott a komplementfehérjék a vérben unottan köröznek, amíg egy betolakodó nem aktiválja őket. És innen indul az immunlavina számtalan irányba. A citokinek valamelyike aktiválódik, vagy aktivál valaki mást. Ismerjük meg tehát ezt az öt nagy családot. Interferonok, interleukinok, kemokinek, limfokinek és a tumornekrózis faktorok. A harc ezen fázisában a páciens már távol áll a kényelemtől. Gyulladás, duzzadás jelentkezik a betegség területén, vagy allergiás reakcióról beszélünk. Térjünk vissza a citokinek és a komplementrendszer szerepéhez. Mégis mit tudna néhány fránya fehérje csinálni? Egy T-sejt legalább szanaszét aprítja a beteg sejteket, vagy a makrofág be tudja kebelezni. Nos, sok lúd, disznót gyűz alapon, a polipeptideink igen sokra képesek. Először is aktiválás. Képesek mozgósítani a betolakodókra célzott specifikus haderőket, illetve eljuttatják az üzenetet egyik seregtől a másikig. De egy percig se gondoljuk, hogy ilyen kis szelíd báránykák a fehérjék. Igazából valódi vérebek. Pici kémiai magyarázat következik. A sejtek külső szerve egy dupla falú foszfolipid réteg. Nem kell a szótól megjedni. Annyit kell tudni róla csupán, hogy igen kényes. A vitaminokon, ásványanyagokon, vizen kívül sok mindent nem enged be a sejtbe. Mint a reptéren a csomagellenőrzésnél, itt is van méretszabvány a molekuláknak. Az immunfehérjék meg pont ezt használják ki. Mint meg annyi apró szeges, teledöfközik a gonosztevő baktériumok burkát, aminek következtében lényegében elvérzik. Második opció a ragasztás. Képzeljük el, hogy egyik szórakozott barátunk viccből az ő tenyerét a miénkhez epoxizza. Hát, ez sem valami produktív. Ugyanezt csinálják egyes fehérjék tengernyi gonosz baktériummal. És persze a gyulladás, az erek tágítása is a szerepkörbe tartozik, mely által további granulocitákat invitálnak a tett színhelyére. Mi kellhet még? A komplementrendszer és a citokinek szervezetünk el nem ismert legendái. A dicsőített T-sejtek mellett az immunfehérjék nem azok a hősök, akikre szükségünk van, hanem azok a hősök, akiket megérdemlünk.